Ez nem az én kutatási területem, mert a gasztronómia és irodalom kapcsolatával ugyan szoktam foglalkozni, de főleg, hogy mondjam, eszmei, ideológiai, illetve mint poétikai kérdéssel, és főleg 19-20. Századi, illetve kortárs műveket szoktam példaként hozni. Tehát tartottam már előadást az identitás és az étel viszonyáról, az étel és a gyönyör viszonyáról, a torkosságról, és ezt az előadást pedig azért vállaltam be, mert néhány évvel ezelőtt az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtárda című sorozatában a gyomor testrészhez tartozóan tartottunk egy gasztroestet, amin Váncsa István, illetve Cserna Szabó András is szerepeltek, felolvastak, illetve előadtak. És mivel minden egyes alkalommal kiszoktunk valamit állítani a gyűjteményünkből, én akkor már ezt a szakácskönyvet választottam, és ezért gondoltam, hogy most feltárt anyagot, vagy általam megismert és némileg tanulmányozott anyagot, ezt most bemutatom önöknek is. Megosztottam a vetítést, remélem, hogy látható. Körülbelül 50 percet fogok beszélni, és arra kérnék mindenkit addig, hogy kapcsolja le a mikrofonját, vagy lehetőleg némítsa el magát, és utána lesz lehetőség kérdezni, illetve hozzászólni is, illetve egy meglepetéssel készültem mára, mert addig-addig készültem, amíg hát többször felmerült, hogy mi lenne, ha a látványkonyhát tartanék itt, és úgymond streamelve főznék valamit. Hát ez már úgymond a bohóckodás része lesz a dolognak, mert még sose csináltam élő közvetítést a konyhai tevékenységemről, de hogy azt gondolom, hogy itt az idő kipróbálni, és hogyha nem sikerül elég jól, akkor együtt nevethetünk rajtam, én magamon jól fogok szórakozni. Tehát akinek van kedve esetleg maradni majd a végén, egy rövid 15-20 perces mesterkedésbe fogok fogni, és az is ki fog derülni az előadás közben, hogy mi lesz a maga az étel, amit megpróbálok elkészíteni. Nyilván kötődik majd a Tótfalusi szakácskönyvhöz. Tehát, ahogy mondtam, vágjunk is bele. Ahogy mondtam, a szakácsmesterségek könyve közben fogok beengedni embereket, úgyhogy néha így elakad a hangom. Szóval, hogy a szakácsmesterségek könyvecskéje az első nyomtatott szakácskönyvünk. Először 1695-ben, majd 1698-ban jelent meg, tehát a 17. század legvégén. A címlapján ez állt, hogy igen, tehát a címlapján ezt olvashatjuk egy kicsit ott a közepe felé, mely most megbővítetvén egy, több szükséges és hasznos étkek nemeinek készítéseivel, kettő, liktáriumok, azaz befőttek s egyéb holmik csinálásáról egy jeles értekezéssel. Tehát itt amire fel lehet figyelni, hogy most megbővítettvén. Tehát akkor kellett ennek lennie egy korábbi kiadásának, vajon ez itt a kérdés. Tehát ebből arra lehetne következtetni, hogy volt egy korábbi kiadás, amit megbővítettek. Ja, bocsánat, még annyit szeretnék az elején elmondani, mielőtt visszatérek erre a megbővítés kérdésre, hogy nagyon sokban támaszkodik az előadáson Varga András kutatásaira, aki a 20. században sajtó alá rendezte, kutatta és többször is kiadta Tótfalusinak a szakácskönyvét. Tehát ugye az ő kutatásai alapján tudhatjuk azt, hogy hát mégsem egy korábbi kiadásról van szó, hanem valami másról, ahogy majd később fogjuk látni. Tehát bevezetésként az, hogy a 17. század végén
végéről megmaradtak szakácskönyveink, ez igazi könyvritkaságnak számít. Az első kiadásból csak két hiányos példányt ismerünk, az egyik az nálunk van az Országos Széchenyi Könyvtárban, a másik pedig a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban található. És a második kiadásból, tehát az 1698-asból, amiből aztán majd a későbbi kiadások, vagy a 20. századi kiadások is dolgoznak, ezekből összesen egy teljes példány maradt fent. Ez egy hagyatékból került elő, először a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Intézetének könyvtárába, most pedig Szegeden található az egyetemi könyvtár gyűjteményében. A szakácskönyv, Tótfalusi szakácskönyve igazi üzleti siker volt. A 18. században változatlan címmel és szöveggel több helyen is kiadták, Nagyszombaton, Kassán és Kolozsváron csak a 18. században 10 kiadást ért meg. Ebből a könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban 7 kiadás is megtalálható a 18. század 40-es éveitől egészen 1793-ig. Tehát azt lehet mondani, hogy nem csak a legrégibb nyomtatott magyar nyelvű szakácskönyvről van szó, hanem minden idők egyik legnépszerűbb magyar konyhai útmutatójáról, és más címmel, vagy címbeli módosulással és szövegmódosítással a 18-19. Század fordulóján is újra nyomtatták. Tehát több mint egy évszázadig állt a hazai szakácsmesterség szolgálatában. De hát ugye ez az első nyomtatott szakácskönyv, honnan jön ez, és egyáltalán mit tudunk az ekkori szakácskönyvekről? A műfajnak voltak persze kéziratos előzményei, először most erről szeretnék beszélni. Tehát mielőtt elkezdtek nyomtatni szakácskönyveket, már tudunk olyan receptgyűjteményekről, szakácskönyvekről, amelyeket főúri udvarokban készítettek. Az első, igen, itt, bocsánat, még látható ez az 1695-ös kiadás, ami a könyvtárunké, én ezt még több évvel ezelőtt fotóztam, és ennek most nagy hasznát vettem, és ez a Todorescu Gyula és Neje Horváth Aranka gyűjteményéből került egyébként az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében. Nos, tehát a kéziratos előzmények. Tudunk róla, hogy az első magyar nyelvű receptgyűjtemény szakácstudomány címmel 1600 körül keletkezett egy erdélyi fejedelmi udvarban. Szerzője ismeretlen, de elmondhatjuk róla, hogy az illető jártas volt az európai konyhaművészetben, német, cseh és lengyel földön biztosan járt, megfordult különböző fejedelmi udvarok konyháin, ám a főzést biztos, hogy Magyarországon, illetve Erdélyben tanulta. Aztán a kismárki tököli udvarból származik a Magyar étkeknek főzése című kéziratos szakácskönyv, amit Szent Benedeki Mihály állított össze, és ez onnan ismert, ez a szakácskönyv, hogy Jókai Mór 54 receptjét ennek a szakácskönyvnek 1862-ben bemutatta a vasárnapi újságban, és így népszerűsítette ezt a szakácskönyvet. A könyv receptjei számozva vannak, és mindenféle rendszeresség nélkül jelent meg. Aztán 1662 a következő, amit ismerünk, kéziratos szakácskönyv, a közétkeknek főzéséről való rövid jegyzés című kéziratos receptgyűjtemény. Ez a Csáktornyai Zrínyi udvarban lelhető fel, vagy volt fellelhető. Ennek az írója is ismeretlen, de világlátott szakács lehetett. Az biztos, hogy a munkájához felhasználta az olasz Bartolomeo Scappi szakácskönyvét, ami egyébként a Zrínyi Miklós költő Csáktornyai könyvtárában is megvolt. És végül a kéziratos szakácskönyvek közül ismeretes még Max Rumpoltnak az
Ein Neun Kochbuch című német nyelvű szakácskönyve 1581-ből, amelyet magyarra Keszei János fordított le. És ezt a kéziratot Apafi Mihály, erdélyi fejedelem feleségének, Bornemisza Annának ajánlotta. És hát így szól, vagy hát így jellemezhető ez a kötet, nem csak német és magyar ételek vannak a receptek között, de gyakoriak az olasz, spanyol, francia, cseh, lengyel fogások is, sőt egy-egy angol, holland, török eledel is felbukkan. És a bevezető fejezetek azok az alkalmi ebéd és vacsora menüket is tartalmazzák, és ebből rengeteg mindent megtudhatunk a korabeli erdélyi udvari protokollról. Magyarországon tehát a szakácskönyv irodalomnak komoly respektusa volt, némely darabja tehát főúri támogatással íródott. De ezzel ellentétben, ugye szép volt ez a bevezető, de fontos rögtön hangsúlyoznunk azt, hogy Tótfalusi szakácskönyv az nem siet az udvarokban való nagykonyhákhoz, tehát nem főúri körök vagy főúri udvarok számára készül, hanem leginkább a becsületes közrendeknek, akik gyakorta szakács nélkül szűkölködnek, akar szolgálni. És ugye hát azt mondja, hogy a nagy konyhákon, mármint a fejedelmi főúri konyhákon mindennek rendi vagyon, kit mivel főzzenek, kihez micsoda lév illik, ez a könyvecske nem vigyáz arra, hanem aki mire érkezik, együgyűképpen rendet ad az elkészítésben. Tehát itt nem követi a főúri konyháknak az illemét, a szokásait, a rendjét, hanem ugye figyelembe veszi azt, hogy a szolidabb körülmények között élő és főző, étkező emberek abból főznek, ami éppen megtalálható náluk, illetve amihez ők hozzá tudnak jutni. És nem véletlen talán az sem, hogy ennek a kötetnek a kinyomtatására Kolozsváron került sor, miután Miss Tótfalusi visszatér Hollandiából Kolozsvára, hiszen már polgárosult és tehetős középréteg alakult ki, és a legszükségesebb könyvek mellett, mint a Biblia, a kalendárium, vagy Pápai Párizs Ferenc orvosi munkája, bizonyára már konyhai útmutatókra is volt tulajdonképpen igény. Tótfalusinak célja volt, hogy úgynevezett derék könyveket adjon ki, de a megélhetés szempontjából, vagy a megélhetés érdekében jól jövedelmező, kelendő műveket is kiadott. Azt mondja, előadást hallgatok. Az első. Derékkönyveket itt hiába nyomtatnánk, ha lehetne is, efféle aprólék dépdábon, ami olcsó, mégis inkább kapnak. Tehát ugye itt is az a probléma volt, mint ami a mai könyvkiadásban is, hogy egy-egy úgymond értékesebb, esztétikailag, irodalmilag, kisebb közönségre számot tartó könyv mellett próbálnak a kiadók népszerű kiadványokat is közreadni. Ilyen volt például Tótfalusi nyomdájában az évről évre megjelenő kalendárium, ez volt a legnagyobb példányszámú kiadványa, és a kalendáriumok mellett szép históriákat adott ki, például a Gyergyai Albertnek a História egy átgírus nevű királyfiról, vagy Szentmártoni Bodó Jánosnak a Tékozló fiú históriája, illetve csúfolódó verseket asszonyokról, stb. Tehát ez a piaci, üzleti haszon reményében adta ki ezeket a könyveket, és hát ezért aztán támadták is őt, hogy hát tulajdonképpen nem a ilyen úgymond hitványkönyveket, hitványműveket ad ki, és nem derék könyveket. A
Szakácskönyv 17. századi kiadásaiból, tehát csak nagyon kevés éppéldány maradt fent, és ahogy az egyik monográfusa, vagy az egyik ismertetője a kötetnek írta, a szakács műve mulandó, minél jobb, annál hamarabb elpusztítják, és hát a szakácskönyvek is így jártak, hogy hát minél jobb, annál inkább elhasználódtak a konyhán. De ugye felmerül, hogy akkor ki lehetett ennek a szakácskönyvnek a szerzője, és még mindig nem válaszoltam arra, hogy mit jelent az, hogy megbővítettvény, mit bővített meg, és mivel ez a jó tótfalusi kis Miklós. Tehát ki a szerző? Az bizonyos, hogy nem tótfalusi a szerző, ő csak a kiadást vállalta. Amúgy sem volt nagyevő ember, ezt írja a maga mentségére írt vallomásában vagy memoáriában. Azt is kárnak tartottam annyi keresetem mellett, amit kenyére kellett költenem nyavajás testemnek táplálására. És néha egy holnapig is bizony bort nem ittam, és minél alávalós, olcsóbb eledelle lehetett, olyannal éltem, olyan szűkön költő voltam. Tehát ugye ez az ember biztos, hogy nem a gasztronómia elragadott híve, és nem fog nekünk itt szakácskönyvet írni, de hát azt is tudjuk, hogy a régi szakácskönyvek szerzőivel eléggé mostohán bánt az irodalmi emlékezet, hogyha visszaemlékeznek rá, a kéziratos receptkönyvek szerzői közül csak egyet tudtunk megnevezni, Szent Benedeki Mihálynak a neve maradt fenn, ugyanis a korszakban a szakácsok nem tömörültek céhekbe, és nem is örventek különösebb társadalmi megbecsülésnek. És nagyon ritkán történik az, hogy megnevezzenek, megemlékezzenek szakácsokról név szerint. Ezek is főleg fejedelmi szakácsok voltak. Például tudjuk a múltból, hogy Hunyadi János sógorát, Szilágyi Mihályt például egy szakácsa mentette meg Mátyás börtönétől. Aztán második Lajos szakácsáról gondos illésről feljegyezték, hogy főzés közben bukott el a mohácsi harcmezőn. Illetve például ilyet is tudunk, hogy Bátori István erdélyi fejedelem szakácsra Krasznai Fűr János volt, és mivel jól végezte munkáját, 1579-ben nemesi rangot kapott. Tehát ilyen apró adataink vannak, de a szakácsokról különösebben nem sok méltatás készült ebben az időszakban. Az egyetlen kivétel talán a már emlegetett Bornemissza Anna, akinek 1680-as kéziratos szakácskönyvében olvashatjuk a következőket. A szakács minden szorgalmatosságot arra fordítson, hogy megismerje, minél mű étkek tetszenek az ő urának, és melyek kedvesek légyenek ő előtte. Hogy ő előtte erős, avagy savanyús, gyenge, szerszámos ki étkek kedvesek, sósan, édesen, avagy savanyún kívánja é, avagy nem. És amint inkább szereti, úgy minden szorgalmatossággal igyekezzék készíteni. Tehát ugye a szakácsoknak ismerniük kell a főúri családnak, az uruknak az étkezési szokását és ízlését, és hát úgy tűnik elvárás volt, hogy ez alapján készítsék az eledeleket, az ételeket. A kolozsvári szakácskönyv, amiről beszélünk, tehát nem főúri udvarok közönségét célozza meg, hanem az egyszerűbb rendeket, ezt már ugye említettem, de olykor megjegyzi, például a tüdőétek elkészítésénél megjegyzi, hogy ha pedig udvari módon akarod feladni, tehát ismeri az udvari szokásokat, de mégis érdekes, hogy a könyvben egyetlen vadhúsból készült recept sem található, tehát sem ősz, szarvas, vaddisznó, tehát ugye ezek a fejedelmi főúri konyhák ételei voltak. És a Tárkonnyal című recept pedig figyelmezteti az olvasót, rendszerint bárányhús szoktak főzni tárkonnyal,
Noha a szegény ember nem nézhet arra, hanem egyéb húst is megfőz. Tehát tudja ő, hogy mit mivel szokás, mi hogy volt illendő vagy szokásban, de ugye nagy engedményeket tesz a köznép felé, és végülis én azt gondolom, hogy nagyon liberális ez a szakácskönyv, hiszen mindig felajánlja a helyettesítés, a kipótlásnak a lehetőségét. És az is érdekes még, hogy ez a szakácskönyvnek a szerzője egy viszonylag zárt közösségből érkezhetett, tehát nem volt világlátott ember, mert nagyon keveset merít az olasz, német, lengyel és cseh konyhából, és a kolozsvári receptgyűjtemény igen szegényes a más nemzetekre való utalásokban. Illetve majd fogjuk látni a szakácskönyvnek a beosztását, ebből viszont arra következtethetünk rögtön, hogy katolikus lehetett a szerző, ugyanis a recepteket húsevő napokra való főtt étkekre és bőti eledelekre osztotta fel. Ahogy láttuk, az udvari szakácsok többnyire férfiak voltak, hiszen a munkájukhoz ugye hozzátartozott a vad megtisztítása, megnyúzása, feldarabolása, ugye hát ez a gyengébb nem erejét sokszor meghaladta. Viszont a köznép konyhájában már asszonyok is szerepeltek, a budai Szentpál utcai remete Szentpál ház szakácsa például a tisztes és éltes Liza asszony volt, és a 17. századi német-alföldi festészetnek a konyha ábrázolásában is már szakácsnőket is láthatunk, például Peter Cornelis van Rijk, vagy Franz Snyders remekein gyakorta felbukkan a szakácsnőnek az alakja is. Tehát akkor mit tudunk a szerzőről eddig? Azt mondhatjuk, hogy egyszerűbb rendeknek írta a könyvét, katolikus környezetből érkezett, és valószínűleg egy nagyobb közösség, rendház vagy udvarház szakácsaként működhetett, ahol volt alkalma ezeket a recepteket gyakorlatban is kipróbálni. És ebből a szempontból Varga András talált egy nagyon különös kéziratos receptgyűjteményt, amely egy jezsuita tanár és történész gyűjteményéből került elő. A címoldalán ez állt: szakácskönyv, melyet elsőben írtanak a Csíki klastromban 1693-ban. A gerincen pedig az olvasható, hogy szakácskönyvecske 1693, tehát ez egy 1693-ból, és ugye a címlapon az olvasóhoz című fejezet, vagy az olvasóhoz forduló bevezetés is Kolozsvárot 1693-mal datálja ezt a kéziratot. Ez egy 55 fólióból álló kézirat, és hát ugye, ha nyomába indulunk ennek, hogy a Csíki klastromban irattatott, akkor ugye könnyen eljutunk Csíksomjóra, ahol valóban volt, ugye már protestáns időkben vagyunk, katolikus templom és ferences kolostor. Ezt még Hunyadi János korában alapították, az 1440-es években. A 16. században ugye a törökök itt létekor nagyon sokat vesztett a jelentőségéből, és ugye úgy költöztek vissza az 1600-as évek elején a barátok, hogy hát egy teljesen kifosztott és teljesen elpusztult monostorban tértek vissza. És aztán majd az ellenreformáció és Pázmány Péter közbenjárására lakódott be, vagy kelt újra életre a csíksomjói ferences kolostor, és 1628-ban már hír is volt róla, hogy van szakács is, tehát hogy már voltak, akik ott főztek. És hát azt lehet mondani, hogy a 17. században, nem mesélem el részletesen, de hogy változó létszámmal, de a csíksomjói ferences rendház a 17. század utolsó harmadában ismét virágkorát élte, és ekkor már a könyvtára is az egyetlen erdélyi katolikus gyűjtemény is két évszázados múltra
nézett vissza, és ez nagyon fontos, hogy saját könyvtárral rendelkezett. A 18. század vége felé, illetve 76-ban pontosabban a jól ismert, vagy a névről azért jól ismert Kályoni János rendfőnök, vagy rendfőnöksége alatt az egyházi zene összegyűjtése az egy fontos, vagy Kályoni János ezzel egy fontos szerepet vállalt fel, tehát az egyházi zenét gyűjtötte és közreadta, és hát ő vásárolta meg és építette újjá a Csíksomlyói rendház elpusztult orgonáját, és ami még fontosabb, hogy 1776-ban megalapította az első katolikus erdélyi nyomdát. Tehát itt azért már minden volt. Könyvtár, orgona, zenegyűjtemény és nyomda is készült, de ez egy kis teljesítményű, kicsi nyomda volt, és hát a Csík vidékén megmaradt kevés katolikust látta el lelki olvasmánnyal, így például magyar nyelvi kegyességi művekkel, latin nyelvkönyvekkel, teológiai irodalommal, és hát az oktatásnak is szüksége volt egyre inkább nyomtatott könyvekre. A 17. században egy iskolamesterrel működött a rendház, de lehet tudni, hogy az egy iskolamester mellett számos kisegítő is oktatott már, és 1698-ban a diákok száma már a 100 főt is elérte. Tehát azt lehet mondani, hogy a 17. század végére minden jelen volt már Csíksomlyon, ami a Szakács könyv lejegyzését indokolhatta. Nagy létszámú közönség, amelynek ugye az étkeztetéséről is gondoskodni kezdett, jól felszerelt háztartás, sütőházzal, csűrrel, istálókkal, veteményes kerttel, és végül pedig gazdag írásos kultúra, tehát ugye az, hogy ahol a tudnivalók lejegyzése, az mindennapos feladatnak, és hát már nem dolognak számított, és már nem rendkívüli dolognak. Úgy tűnik, hogy ezt a kéziratos szakácskönyvet tehát a Csíksomlyói Ferences Kolostorban állították össze, és szerzője a kolostor szakácsa lehetett. Valószínű, hogy a művet kiadásra szánta, mert nem csak mutatóval, hanem ugye a jámbor olvasóhoz intézett előszóval is kiegészítette. Ugye, ha ez egy belső egyházi használatra készült volna, akkor ez nem így történt volna. És nem is innen-onnan összefércelt gyűjteményről van szó, hanem egy tudatosan szerkesztett kötetről, amit az oda- és visszautalások is tanúsítanak. És hát nem lehetetlen, bár ez nem az én feltételezésem, hanem Varga Andrásé, hogy a szerző a könyv kinyomtatását a Csíksomlyói nyomdától remélte, de hogy ez valószínűleg a profiljától idegen volt, túlságosan világinak számíthatott. Az biztos, hogy ebben az időszakban szokásban volt, hogy kéziratos művek másolatokban, kéziratos másolatokban terjedjenek, amíg valaki nem vállalkozik a megjelentetésre, a kinyomtatásra. Ilyen volt például Kemény János, Betlen Miklós, vagy Betlen Farkas memoárja is, tehát vallomásirodalom, emlékezetirodalom, tehát ezeket is másolták és közreadták, így adták tovább, amíg nyomtatásban meg nem jelentek. És valószínű, hogy ez a szakácskönyv is ilyen volt, ami kéziratban terjedt, mert hogy amikor meglátjuk, vagy megnézzük Tótfalusi szakácskönyvét, akkor láthatjuk, hogy csak nem pontos másolata ennek a Csíksomlyói receptgyűjteménynek. A címet persze egy hangzatos címre cserélte ki, szakácsmesterségnek könyvecskéje, ugye ez lett az ő kiadásának a címe, és nagyon érdekes, hogy a becsületes egyházi rendnek akar szolgálni a kézirat, ugye Tótfalusinál pedig már az szereplő, hogy a becsületes közrendnek, tehát kicserél szavakat. És azt is láthatjuk a kettő
mű összehasonlításával, hogy megtoldotta néhány recepttel, összesen 11-el, és akkor itt jön a válasz arra, amit szerettem, amivel felütöttem az előadást, hogy ezért írhatta a címlapra, hogy most megbővítettvén több szükséges és hasznos étkek nemeivel. De nem ez volt az egyetlen toldalék, amit a csíksomlyói szakácskönyvhöz illesztett, mert hogy egy második liktáriumos részt is hozzátett ehhez a szakácskönyvhöz. Liktáriumunk ugye lekvárok, befőttek, gyümölcs ízek készítésével foglalkozó része. És ez a liktárium, ez valószínűleg Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségének, a már ma emlegetett Bornemisza Annának udvarából kerülhetett Kolozsvára. Ez a kézirat nem maradt ránk, tehát a Bornemisza Anna liktáriumos könyve, de a fejedelem asszony könyvtárának a katalógusa az feltüntet egy kéziratos liktáriumos könyvet, amely megyszín táblájú szakadozott volt. Tehát akkor elmondhatjuk összességében, hogy Tótfalusi sikerkönyvének szerzője a csíksomlyói Ferences rendház szakácsa volt, és végül is az Amsterdamból hazatérő nyomdász 1693-ban már találkozhatott ezzel a kézirattal. Tótfalusi átfésülte a kéziratot, grammatikai és stilisztikai hibákat javított, megtoldotta néhány recepttel, és egy kertcsináló népszerűen fogalmazott címlappal kiadta. Na most itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ebből az időszakból az a ritka eset áll elő, tehát ilyen azt hiszem nem sok van a magyar könyvtörténetben, hogy mind a nyomtatott könyv, mind pedig a nyomtatás alapjául szolgáló kézirat egyaránt rendelkezésünkre áll. És ugye, hogyha megnézzük akkor ezt a szakácskönyvnek a felosztását, akkor láthatjuk, hogy az első része a húsevő napokra való főtt étkek voltak. Ezeket még tovább bontott a sültekre, tehát először voltak a főtt étkek, sültek és vajas étkek, és a negyedik része az pedig a bőti eledeleket tartalmazza, aztán még néhány ételnek a készítési módjaival egészíti ki ezt a receptgyűjteményt, és ugye a toldalék, vagy a második nagyobb egység, ez pedig ez az emlegetett liktáriumos könyv volt. Hát ilyen mutatók találhatók benne, ezt én is csak mutatóba hoztam. Kis számadat 213 receptet tartalmaz a szakácskönyv, és ehhez még külön jönnek a liktáriumos, tehát a lekvár és befőttes részek. A receptek leírásáról azt mondhatjuk, hogy nagyon lényegre törő, ezért a mai olvasó számára tulajdonképpen sokszor okoz fejtörést. Ennek több magyarázata van. Egyrészt az, hogy közben az alapanyagok és a segédanyagok, olykor a konyhai elnevezések, konyhai eljárások elnevezése megváltozott, bizonyos kellékek ma már nehezebben hozzáférhetőek, más anyagok, mások csak modern megfelelőkkel pótolhatók, és ráadásul ebben a szakácskönyvben, vagy a régi szakácskönyvekben a felhasznált alapanyagoknak a mennyiségét nem adták meg, hanem azok arányát a szakács ízlésére bízták. Hát ugye manapság, amikor kimérünk minden gramra, ez így elég furcsa volt, és hát minden értett, hogy érthető, hiszen ez tényleg nem a 21. század olvasóinak, hanem a kortársaknak íródott, amikor még a receptek azért alapvetően szájhagyomány útján terjedtek, és az egyes elnevezéseket, kifejezéseket mindenki ismerte. A receptek azok mondhatni, azok csak ilyen mankóul, vagy ilyen emlékeztető jelleggel készültek. Tehát, hogy aha, még van az is, és akkor azt is meg lehet főzni.
Tehát a füstölt pecsenye az ennyi a recept. Füstölt pecsenye, vont fel a pecsenyét nyásra, tedd fel kevéssé a füstre, hogy megjárja, és úgy süsd meg, jó ízt ad neki. Ennyi. Tehát, hogy meddig, meg hogyan, azt nem nagyon részletezik. Aztán, ami még feltűnik, és hát most akkor belemegyünk a gasztronómiába részletesen, ami feltűnik, bár az idő is halad, ami feltűnik, hogy hát ugye Amerika felfedezése már megtörtént egy ideje, de még sincsenek különösebben, sőt egyáltalán a burgonya, a paradicsom és a paprika. Ugye tehát hiányoznak ezek a mai magyar konyhának a kellékei. És hát valóban az történt a burgonyával, hogy csak a 18. században vált népszerűvé, amikor ilyen rossz gabonatermő évek után hát inségnövényként kezdték használni őket, és a szegények asztaláról került be aztán a főúri konyhába. Tehát a szakácskönyvekben még egy jó ideig nem jelenik meg. Aztán a paradicsom sem volt népszerű még ebben az időszakban. A széleskörű konyhai művelésére és felhasználására csak a 19. század második felében került sor. És hát a paprikáról pedig azt mondhatjuk el, hogy már a 16. századból ugyan vannak adataink, a gazdag főurak nagy érdeklődést tanúsítottak a különleges növény iránt. Az első paprikát Zrínyi Miklós nevelőanyja Szécsi Margit szerezte be és termesztette a kertjében, de ennek inkább ilyen botanikai vagy művelődés történeti szerepe van inkább, mert a paprika, mint fűszernövény csak a 18. század során hódította meg hazánkat, és eleinte csak az egyszerűbb nép fogyasztotta. Csapó József Új füves és virágos magyar kert című könyvében 1775-ben jelent meg, írja azt, hogy a paprikát a parasztok porrá törve ételek ízesítésére használják. Tegyük hozzá a még mindig drága bors helyett. Tehát, hogy ez is a szegények, vagy a szolidabb körülmények között élő emberek konyhájából került be. Ugye a magyar konyha, amit egyrészt a sertés zsírról ismerünk, a vörös hagyma zsírban pirításáról, a rántással, sűrítéssel, akár a paprikás, akár a, hát a fehérebb rántásról ismerünk. Amit mi magyaros konyha alapjának tartunk, ezeknek tulajdonképpen ebben a szakácskönyvben még semmi nyoma nincs. Ezek csak a 19. század elején jelentek meg nálunk, vagy váltak népszerűvé az osztrák konyha közvetítésével. És hát, hogyha a 16.-18. századi magyar konyhát akarjuk jellemezni, akkor inkább az erős fűszerezést és az édeskés ízvilágot emelhetjük ki, bár valóban zsírozták az ételeket, főleg szalonnával, de a vajban és olajban főzés-sütés is népszerű volt. A bőfűszerezés, tehát az már Mátyás óta tudjuk, hogy szokásban van. Ez a nagy lakomáknak a megemésztését szolgálta, vagy segítette elő. Tudjuk, hogy Mátyás és Beatrix esküvőjén 24 fogást tálaltak fel. Bornemisza Anna vacsora menüje pedig az előírt három fogás 56 tál ételt, különböző ételt tartalmazott. Ez igen megterhelő volt a gyomornak, és ugye hát az ételek megromlását is az erős fűszerezéssel lassították, vagy kompenzálták, vagy palástották. És hát emellé a nagy lakomák mellé pedig ugye bort is használtak, és az is elég gyakori volt, hogy borban főzték az ételeket, borban párolták. A paprika kivételével viszont minden ma is megtisztítottak. A hazai közrendűek inkább csak az olcsó fűszereket, a zöld fűszereket, petrezselyem,
só, ecet, bor mellett, főleg a vörös és fokhagymát, tormát, majorannát, gyömbért, zsáját, sáfrányt, fenyőmagot, és hát a borsot is, de annak borsos volt az ára. Erre példa lehet a fűszereknek az elkészítésére, a fűszerezésére. Mikor tyúkot vagy egyéb madarat akarsz tölteni, sütni, 2 vagy 3 tojás ráncs meg vajban, jó keményen. Majd erre a ráncs megre, még erre még visszatérek, az petrezselyemlevéllel, kenyérbéllel, vereshagymával, majorannával és szalonnával jól vágd egybe, abba bors, gyömbér, sáfrány. És aztán itt is látható a tyúkfinak a főzésénél, hogy citromlevével savanyítani, szerecsen dióvirágot, borsot, gyömbért illendőképpen belévetni, az igazán szép cipónak a tetejét kereken kimetszeni, stb. Tehát, hogy a fűszerezésről nagyjából ezt mondhatjuk el, és a másik jellegzetessége ennek az időszak konyhaművészetének az édesítés, az édes ízeknek a kedvelése, és hát erre a legfontosabb termék az a nádméz volt, illetve a nádcukor, tehát ezt használták a leginkább. És hát a répacukor termelés az csak a 19. században vált általánossá. És legtöbbször ugye a mézet használták, a virágmézeket, ez a süteményeket is ezzel édesítették, például a béleseket, ami Tótfalusinál egy gyakori eledel, sokféle bélesnek a receptjét leírja, ami ugye a béles akkoriban a gyümölcsel töltött tésztából készült, és kemencével sütötték pirosra. Ugye még ma is használjuk az almás béles kifejezést, ez tulajdonképpen a pitének egy ilyen előzménye. A kolozsvári szakácskönyv az ostya, túrós, alma, dió, szőlő, körte, egres és szilvás béles receptjét említi. Ezen kívül vannak benne tortáták is, azaz torták. Ezek főleg hát kenyérből és gyümölcsből készült ételek voltak, másként, mint manapság. Tehát még a piskóta tészta egyáltalán nem terjedt el. A dinnye torta például apróra vágott dinnyeszeletek közé kevert mézből, sáfrányból és borsból állt. Aztán volt már palacsinta, de ezt se töltötték még különösebben, és van a fánknak nevezett termék, és ez is eltért a maitól, hiszen ez még főleg nem kelesztett tészta volt, hanem baracfánknak például a palacsintába mártott hámozott barackot hívják. És hát itt látható, ugye, és itt következik az, amit ma megkísérlek elkészíteni, ez a tölcséres fánk a választottam, de hogy ugye tésztaételekhez tartozott például ez a tölcséres fánk is, de ugye ez a tejbe kenyér is, ami hogyha elolvassuk a receptet, akkor igazából nem más, mint a mai bundás kenyér, csak ugye még nem így hívták. A Tótfalusi szakácskönyvében azért az is megmutatkozik, hogy a zsiradék, állati zsiradékot nem nagyon használtak, ez szinte teljesen hiányzott, legfeljebb a szalonna került az ételekbe ízesítés céljából, és ez is csak a 19. századra vált általánossá, hogy a parasztháztartásokban a szalonnából kiolvasztott zsírt tárolták, és később ezt használták fel. Amikor ez a szakácskönyv megjelent, akkor inkább vajban vagy olajban sütöttek, ez ugye mégiscsak megkönnyítette az ételnek az emésztését.
És ugye hát az ételeket tehát nem rántották, hanem mindenféle egyéb dologgal sűrítették, és ezeket hát lévnek nevezték, nem levesnek, erről majd fogok később beszélni, hanem lévnek, ami tulajdonképpen egy ilyen sűrített mártás volt, nagyon sokszor készült kenyérbéllel, a szürke lév, vagy a fekete lév, az rostkenyérrel készült például. De valóban az is hangsúlyos, vagy az is fontos, hogy a leves, mint bevezető étel, az ennek a kornak a találmánya. Korábban sem a főurak, sem a közrendűek, sem a parasztoknál nem, azt talán nem találunk levest, mert ugye a régi magyar lakomák azok főleg főtt, sült és füstölt húsételekből álltak. És igaz, hogy minden étel levesesen, azaz szaftosan, mártásosan készült, de a mai értelemben vett leves, és vele együtt a mély tányér, az a 17.-18. század fordulóján jelent meg. A leveseket, tehát különböző levek, mártások helyettesítették korábban, a szakácskönyv ezeket, ahogy mondtam, lévnek, vagy sásának hívják, és hát megvolt ez is, hogy milyen lév illik a marhahúshoz, a szárnyasokhoz, a főtt húshoz és más sültételekhez. A Misztótfalusi szakácskönyv 69 különböző lév receptjét adja, de némelyeknél csak annyi a változat, hogy halhoz vagy baromfihoz adták el. A húsételek közül, hogyha megnézzük a szakácskönyvet, a marhának jutott a legnagyobb szerep, mellette berbecs, tehát ürű, bárány és disznóhúst tettek. Ugye, ahogy említettem, vadételeket azt nem nagyon. A baromfiakat pedig a tyúk és a lúd ételek képviselik, a kacsa és a pipe, az, mármint a fiatal lúd, az alig szerepel. A halfogyasztás az már akkor is problémás volt, nem tartalmaz elég halreceptet a szakácskönyv, viszont ehhez képest a ráképeleknek a kínálata a mai étrendünkhöz képest meglepően gazdag. És érdekes az is, hogy a kolozsvári káposztát, ami a szakácskönyvnek az első receptje, az tyúk vagy lúdhúsból készítették, a töltött káposztát pedig tehénhússal és szalonnával és borral ízesítve. És a rizssel kevert húst, ami aztán később oly népszerűvé vált a dolma vagy szárma elnevezéssel, csak később terjedt el a török konyha technika, vagy a török fogások nyomán. A balkáni népek honosították meg nálunk, tehát a rizses húst, meg az ilyen jellegű ételeket. És akkor tegyünk még egy kitérőt, most már közeledek a véget felé, bár sok érdekesség van még, de kiemelném a káposzta szerepét, ugye a magyar gasztronómiában ez az egyik legnépszerűbb főzelléknövény. Ezt úgy tűnik, hogy hittérítő szerzetesek hozták magukkal és terjesztették sikeresen. Már második Endre idején általánosnak számítottak az óriási káposztás kertek Magyarországon, és a reneszánsz idején, leves híján, ugye a menüket főtt marhahússal és káposztával vezették be. És a 17. századi kertészeti munka szerint ez a magyaroknál oly közönséges palánta, hogy alig élhet a szegény ember anélkül. Sőt, a savanyú káposztát még az elejénktől maradott névvel Magyarország címerének szoktuk nevezni. És aztán két emlékirat írónál is megtaláljuk a káposzta iránti rajongást, az egyik Bethlen Miklós 18. század elején. Kiváltképpen a káposzta nékem nem csak étel, hanem orvosság is volt. Én a nyers káposzta salátát fonnyasztatlan ettem. A sós káposztás hús máig is minden csemege speciálénál kedvesebb étel előttem. Majd minden betegségemben a hajdukáposztán kaptam életre. A másik emlékezett író
egy emlékíró, Apor Péter pedig néhány évtizeddel később így ír, a káposztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tartanák a régi időben. És hát ugye, tehát így már érthető, hogy a Miss Tótfalusi Szakács könyv is káposzta ételekkel indul, ugye a káposzta kolozsvári módon, ahogy már mondtam, vagy említettem, és ugye itt egy kövér tyúkot, illetve fél ludat tesz fel kövér szalonnával, és ezt főzik össze a káposztával. De olvashatjuk az új káposzta szalonnával receptjét, de ugye a savanyított káposztát is, több baloldalt, a sós káposztát, vagy aprón, vagy levelenként feltévén, mikor immár megfőtt, a csíkot káposzta léven öld meg. Hát a csík ugye az egy ilyen apró halfajta volt, és hogy abba kellett beledobálni ezeket a halacskákat, és a káposzta lében kellett aztán megfőzni. Tehát ez mondható el a káposztáról. Hát aztán még beszélhetnék ugye a főtt tésztákról, laska, galuska, ezek főleg lévekbe és levesbevalóként vagy körítésként szerepeltek, de nagyon érdekes, hogy önálló tésztás ételeket sajttal, reszelt fehérrel, hát ami inkább ilyen prézli-szerűség, ezeket olaszosan makarónak vagy olasz makarónak nevezik, illetve nagyon népszerű volt még a korban a piroska néven emlegetett túrós dereje. Ugye süteményekről már rejtettem pár szót, de fontos megemlíteni még néhányat. Ezek közül néhányat még Erdélyben ma is készítenek. Ilyen a túróval töltött kalács, vagy a kenyérszeletekből álló domika, a mákos gubához hasonló lönye, és a rizskásából készült pila. És hát van a rizskása, amit leginkább ugye, de itt látható az olasz makaróni és a piroska, illetve a derejének a receptje. És hát a rizskása az ritkán szerepel, de azért egy ilyen halas rizskása receptet mégiscsak fellelhetünk. És hát itt vannak a rántott körtvei, meg hagyma rántva. Ugye Cserna Szabó András egy alkalommal azt mondta a mai írónk és gasztronómusunk, hogy a magyar ember, ha tehetné, az anyját is kirántaná. Hát ugye itt is találhatunk rántott körtvét, meg hagymarántva, meg egyéb rántott recepteket is. Igen ám, de hogy ebben az időszakban a rántva, hogy rántsd meg, az a hirtelen sütést jelentette, tehát ez a süsd meg felkiáltás volt igazából, tehát, hogy ugye itt mondja, hogy a körtét vagy egészen, vagy ketté hasítván úgy ráncsd meg. Tehát, hogy a magvát, a völgyét elsőben hánt ki, igen jó étek. Tehát ugye azt dobjuk ki a magját és a magházát, és tehát így néz ki a vajban, mézben sütött körte, és a hagyma rántva is. Illetve hát ez egy mindennapos ilyen konyhai eljárás volt a rántás, és hát valószínűleg ez a forró olajban sütés vált aztán jelentésmódosulásként, hogy már ugye nem csak úgy natúra az ételeket, hanem amikor egy bundát tettek rá a szakácsok, és akkor ezt forró olajba tették, és így a bundás, panírozott ételeket ezért nevezhetjük rántott húsnak, vagy rántott gombának. A Miss Tótfalusi Szakács a nyelvezete roppant szórakoztató, bár nem irodalmi munkának készült, de mégis élvezettel olvasható, mert hogy ennek a szóhasználata nagyon közel áll az akkori beszélt nyelvhez, annak is az arhaikus Erdélyben honos változatához. És hát persze a tyúkmonyról vagy a ludmonyról sejti az olvasó, hogy tojást jelent,
vagy hogy a murok, a sárgarépe, a cibere, azt még most is használják a savanyító, vagy savanyú levesnek, vagy a savanyítóként, az orja, az a disznógerinc, ezek nem ismeretlenek, de például a domika, ami már egy ilyen túróból és kenyérből készült étel, vagy a kadoc, ami a liszt és a tojás keverékéből készített tészta, és ugye ma a tölcséres fánkunk is kadoccal készül. A kukrejt, például fűszeres mártás, a pinyáta, a sütőlap, vagy itt van a vetrece, ami ugye nem petrence, és nem tudom én ketrec, hanem a hosszúra vágott marhahúst nevezik vetrecének, ugye ezek már nem annyira ismertek. De nem szeretném húzni az időt, de hát csodálatos csemegék vannak, hogy verd által a szitán, azaz szitáld meg, hogy el ne fusson egymástól, azaz ne essen szét, fel ne higuljon. Tedd hídra, hát az a helyezt fatányéra, mindaddig keverd, amíg megöregedik, amíg meg nem keményedik. És ha pedig megvirágoznék a méz, tehát hogyha már ugye állott lesz, és tajtékot ereszt, és így tovább. És hát nekem a kedvencem, amit ugye manapság már teljesen másra használunk, nem biztos, hogy most megtalálom, az a trágyázd meg ezzel, azzal, amazzal. Ugye hát itt ez a trágyázd meg, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy szórd meg alaposan valamivel. Tehát félre ne értsük szegény Tóthfalusinak a szakácskönyvét, itt most nem találtam meg. Tehát amikor a Tóthfalusi szakácskönyv megjelent, és próbálom lekerekíteni a mondani valómat, akkor pont az étkezési kultúra is megváltozott Magyarországon a 17. század végén, hiszen az ébrenlét ideje is megváltozott, és a középkorban a napi két étkezés, amely egyik délelőtt volt a másik délután, ezek az időpontok kitolódtak, és déli 12 és este 7 órára. És az ebéd és a vacsora hasonló súlyú volt, mindkettő friss, meleg ételből állt, és ezzel párhuzamosan általánossá vált a hideg reggeli, először a hajnaltól estig dolgozó iparosok, aztán az idénymunkát végző parasztok körében. És a gazdagabb háztartásokban a reggeli fő részét a frissen főtt kávé adja, illetve a frissen elterjedt új ital a kávé alkotta. És ahogy mondtam már, a főétkezést új fogás, a leves vezette be, a lapos tányér mellett megjelent a mély tányér, és a saját kanál helyett elterjedt a villa használata, és ugye a szegényebb vagy a alsóbb rétegekben övön hordták az evőeszközöket, és lassan ezt felváltotta úgymond az asztalra helyezett étkészletnek a világa. Lekvárt azt most már nem fogunk ma főzni, de még az étkezési szokásokról elmondom, hogy a négyzetes vagy szögletes asztalt felváltotta a kerek ebédlőasztal, aztán megjelent a pohárszék ezüstneműkkel, de azért az ontálakat sem nélkülözték a továbbiakban sem. Ez egy német alföldi 17. század közepi festmény, tehát itt még inkább ezek az ontálas illusztrációk láthatók. A legnagyobb úgynevezett öregtára a tehénhúst és a káposztát rakták fel, nem itt, hanem másutt. A közepes méretű ontálakra kappant, kolbász, borjúhúst, a kisebb ontálakra pedig a szerényebb étkeket helyezték. És hát megjelentek a század vége felé a fehérmázas cseréptálak, a tányérok is, és a 18. században Franciaországból elterjedt a tányérváltás divatja. Tehát nem minden fogást tettek ugyanabból a tányérból, és hát a főurak asztali rendtartását azt Apor Péter emlékiratából ismerjük, konyhamester
csengetésére a fogásokat a szolgálók, étekfogók behozták, felsorakoztak, a pap vagy a pohárnok megáldotta az asztalt, és kezdődött a hosszú lakoma, és az egy menühöz tartozó fogásokat egyszerre szolgálták fel, és onnantól kezdve, aki kapja marja alapon, tulajdonképpen mindenki mindenből vehetett, amit az asztalon látott, és ez a közös tálgyivatja még Mátyás korából maradt fent egyébként. Apor Péter főúri asztalán az első menüt, azt a étlapokon feltüntetett első két-három fogás alkotta, a második részt az úgynevezett derékfogások, azaz a nagy darabokban sült húsok, és végül a gyümölcsfélék, tésztafélék következtek, és hát ezt sűrűn kísérték borral, vagy vízezett borral. És hát végül Zilahi Lajostól vettem egy idézetet, amivel szeretném zárni a mai előadást. Ha még egyszer előről kezdhetném az életemet, sok mindent megfordítva csinálnék. Hogy a népek és nemzetek igazi lelkét megismerjem, világtörténelmi könyvek helyett feltétlenül a szakácskönyvekhez fordulnék. A história lapjai rengeteget hazudnak. A szakácskönyvekben azonban efféle emberi gyöngeségnek nyoma sincs. Egy szakácskönyvön keresztül az ember ismeretlen népek gyomrával áll. A szakácskönyv a költészet, a képzelet, az önleplezés csodálatos gyűjteménye. Jellemrajz, földrajz, éghajlat, növény és állatvilág, kedélyállapot, ízlés, világszemlélet, ez mind kiolvasható egy jó szakácskönyvből. Hát nem tudom, de valami hasonló az biztos. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ezzel fejezném be. Várom a kérdéseket, vagy hozzászólásokat, észrevételeket. Megszakítom itt a megosztást közben, és akinek van kedve, az nyugodtan távozzon, aki úgy érzi, hogy már eleget hallott, eleget tud, akinek pedig van kedve, majd megpróbáljuk a másik kamerát beüzemelni, és akkor megpróbálom ezt a tölcséres fánkot elkészíteni. Van-e kérdés, hozzászólás bármihez? Hát nagyon-nagyon élveztem elsősorban, azt kell mondjam, az előadást. Nagyon tetszett a nyelvezet is, tehát nagyon fantasztikus volt ilyen írásokat látni. Viszont felmerült bennem egy-két dolog ezzel kapcsolatban, hogy például sok helyen láttam a szövegben S betű helyett talán F-et írtak, vagy... Nem, ez az a régi ilyen németes sárfaszesznek, vagy ja. Tehát ilyen hosszú S betű, és a korban még ezzel jelölték ezt az S hangot tulajdonképpen. Tehát a érdekes, hogy az S-nél már használták ezt a ma ismert S-Z hangkapcsolatot, de ez a hosszú S, ez még nyomtatásban is jó ideig szokásban volt. De az volt, én is azért kérdezek rá, mert több helyen láttam rendes, mármint azt a mai S betűt, és így teljesen random meg volt, ahol ezt a... Igen, igen, hát itt még keveredett, ugye, de ennek a kiejtéshez is van köze. Tehát, hogy ez valóban ezt az S hangot jelölte. Illetve, hogy szó volt ugye erről, hogy sütöttek, főztek olajban is, hogy ez milyen olaj volt, illetve az egyik szövegben láttam ezt a szókapcsolatot, hogy fa olajban. Hát ebben nem vagyok túlságosan jártas, de azt gondolom, hogy már ekkor is préseltek mindenféle növényi olajokat. Tehát azt gondolom, hogy tök magból, napraforgó magból, de hát ugye itt Magyarországon nem, de az olívaolajból is, tehát hogy más ilyen olajos magvakból bizonyára, hogy már volt olaj sajtolása a korszakban, hiszen már a rómaiak is ugye sajtolták az olajat, tehát hogy ezek ismertek voltak. Ennyit tudok erről, nem tudok túl sok részt. Illetve még ott a legelején felolvasva azt hiszem a kiadónak a
szövegében, vagy írásában volt ez, amikor azt mondta, hogy holnapig is bort nem ittam. Hogy ugye gondolom, ez a hónapot jelentette, igen, de hogy abban az időben holnap kényszerepelt, és akkor amit most használunk holnapként, az megvolt már, vagy hogy ugyanúgy használták? Hát ugye ezek ilyen nyelvtörténeti kérdések, akkoriban ugye ezt ilyen szóhasadás, vagy ugye elválnak ezek a régebben egy-egy kifejezés több jelentésben is használtak, vagy hangzó változattal, például a család, a cseléd, és akkor egy idő után a családot az csak a családtagokra, a cselédet pedig csak a család körül szolgálókra. Tehát ugye ezek egyrészt kiejtésbeli dolgok is, tehát hogy az erdélyi köznyelv hogy használta, másrészt pedig a szavaknak a több változata aztán letisztult, hogy melyik szót melyik jelentésben használta aztán az utókor. Tehát ugye ez az írásbeliség, meg a köznyelv, meg az írásoktatás, olvasás, olvasni tudás elterjedésével ezek a jelentések folyamatosan tisztultak, és változtak, és szűkültek. Jó, köszönöm szépen. De ha nem ismerték esetleg akkor a holnapot, mint a holnapnak a megnevezését, akkor nyugodtan használhatták a másnapot. Így van, sok minden volt. Hozzászólhatok? Igen, igen. Nagyon fantasztikus volt, nagyon élveztem, és ez rendkívül sok munka lehetett az előadás mögött. Én csak, mintha lennmag olajat írtak volna valahol. Igen, hát az is elképzelhető, hogy lennmag volt. Ez csak egy megjegyzés, és kérdezni szeretnék, hogy egy szakács abban az időben mitől lehetett szakács? Tehát volt valami képzés, mert azt hallottuk, hogy nem volt cég, vagy ilyesmi. Vagy mitől lett valaki szakács? Szerintem elkezdte csinálni. illetve gondolom, hogy ez egyrészt a konyhai munkából beavatódtak a fiatal legényleányok, tehát és akkor ugye kinőtték magukat szakáccsá, tehát hogy ott a konyhában egy rangsort gondolom be lehetett futni. Így módon esetleg családról, tehát családtagok örökítették tovább nemzedékről nemzedékre. Az, hogy mikor indult szakácsképzés egyáltalán az országban, akkor még nem. Az valószínű, hogy csak a 19. század környékén történhetett. És még azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a szakácskönyvet most nyomtatásban valahol, tehát megkapható, vagy kölcsönözhető, vagy igen, rengeteg, modern nyelven? Rengeteg modern nyelvi vált, bár pont a finomságok, vagy az ízességek csökkennek le, de rengeteg 20. századi kiadása is van, tehát könyvtárakban is megtalálható, sok-sok kiadása van, tehát nagyon népszerű volt, és újra kiadták a 70-es években talán. Többször is. Köszönöm. Nincs mit. Mindjárt mutatom is, hogyha tényleg valakinek nincsen meg ez az eredeti 1600-valahányos kiadás, akkor 1981-ben kiadták a Magyar Hírmondó sorozatban. Igen, hát ez a Magyar Hírmondó sorozat, ez egy ilyen pici izmos sorozat, és ebben nagyon-nagyon sok régi emlékiratot, szöveget kiadtak a 17.-18. századból. Köszönöm, Gyuri, nekem is csak nem jutott eszembe a sorozat címe, és ezért nem mertem ajánlani. Nagyon felírtam. És aki abba az előszót írta, egy nagyon élvezetes előszó egyébként, úgy hívják őt, Kovács Sándor. Kovács Sándor Iván, igen, és neki egy másik könyve is, vagy másik ilyen hosszabb tanulmánya is van, az utazásokról szól, és akkor így csinált magának egy olyan könyvet, hogy szakácsmesterségnek és utazásnak kézikönyvecskéje, amiben összeköti ezt a két. Az egyik az előszónak írt, tehát a Tótmisfalusihoz írt előszó, a másik pedig egy ilyen utazásokról, európai utazásról, magyarok, hogy utaztak, arról szól egy elég érdekes tanulmánya. Ez pedig... Igen, Kovács Sándor Iván. 88-ban, az pedig egy 88-ban jelent könyv ez a... Kovács Sándor Iván a barokkornak a kutatója volt, néhány éve halt meg, és nekem egyetemen tanárom volt, és nagyon-nagyon szigorúan belénk verte ezt a korszakot, úgyhogy talán ennek vannak még nyomaik.